A véget nem érőnek tűnő szakadó eső ellenére is népes tábort mozgatott meg az 5. Nemzetközi Hadikultúra és Militari Fesztivál. A közismertebb nevén HM Fest legfőbb célja, hogy a fiatalok számára bemutassa, a felnőttek részére pedig felidézze azt a csibészes katonaromantikát, amit a katonai szolgálat élményei nyújthatnak. A rendezvény megnyitóján Kovács Imre, Kunszállás polgármestere és a HM Fest főszervezője örömének adott hangot, amikor is elmondta, hogy a kellemetlen időjárási viszontagságok ellenére idén is számos hagyományőrző csoport és járműgyűjtő segített feleleveníteni a hazai és nemzetközi hadtörténelmet. Mindemellett a Magyar Honvédség is jelentős szerepvállalásról tett adó bizonyságot, hiszen például a rendezvény során a Bocskai István lövészdandár hódmezővásárhelyi katonazenekara játszott térzenét, a katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság szakemberei pedig minden kérdésre készséges választ adtak a katonai szolgálattal kapcsolatban. A rendezvényt Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is megtekintette.